Megint majdnem elkezdtem elmondani a mai programjaimat, hogy utána mit várhattok, meg hova megyünk, de nem fogom. Majd meglátjátok. Sziasztok! Most már a kocsiban jelentkezem nektek, ugyanis reggel elég gyorsan el kellett készülődni, vagy hát nem gyorsan, de hogy így normál időben, és nem volt időm bejelentkezni, meg kalendárium, hogy ezeket nincs semmire, tényleg csak elkészültem, és elindultunk, ugyanis 11-től van egy improvizációs előadásunk, és most van fél, hát 3-4-10 van már, szerintem, mire elindultunk, 10-re megyünk. Úgyhogy ez az első programom ma, nem tudom, hogy az előadásról fogok-e tudni bármit rögzíteni, ha igen, akkor nyilván látjátok majd, de simán lehet, hogy nem. Nem tudom megígérni, sajnos. És közben egyébként eszembe jutott, hogy nem vágtam meg nektek tegnap, még a tegnapi vlogot, vagy hát nem kezdtem el legalább. Mert ugye mindig másnap reggel szoktam, viszont ma reggel itt vagyok, úgyhogy megint csak nem tudom nektek megvágni. Szóval a tegnapi vlog az ma kicsit később fog felkerülni. Sajnos, ne haragudjatok, ezt elboltáztam, de legközelebb jobban figyelek majd erre, bocsi. Ajánlatos. Én nem tudom. Hanyas mérete? Hát ennél azért nagyobb. Nem figyeljem, hogy elfordítjuk. Bár ő se 20 éves igaz. Nem az a bár, hogy itt vagy, az a bár, hogy itt vagy, és nem. Mondjuk így örülnék, hogyha a lakás egy másik felében. Amit, másik felében? Hát így a túloldalt. A másik szegletében. A túlsó sarokban. Lehető legmesszebb innen. Konyhába. Cukrokat lövöldözik ránk! Jön egy krampuszkires! Így könnyű megölni, ha közben le vagyok fagyva. Lelőttek. Ilmigyik, tilinkizimi, hibirikir, mitilinki, vissigitini, mellezik, filinkizimi. Végeztünk az előadással, és nagyon szépen köszönöm azoknak a lányoknak, akik utána így odajöttek hozzám képet csinálni, meg így nagyon cukik voltak, úgyhogy köszönöm szépen. Most pedig elmegyünk, eszünk egyet, mert nagyon éhesek vagyunk, nem reggeliztünk, mert nem volt rá időnk, és én, Ari reggelizett, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Vettem egy Bath & Body Works szappant a Boggy Shop Facebook oldalon. Ő szokott felrakni egy csomó ilyen Bath & Body Works-es dolgot, ha érdekel titeket. Szóval ezt a Frosted Coconut Snowball illatú szappant vettem. Annak nagyon szép ilyen duokrómos üvege van egyébként. Kíváncsi vagyok az illatára. Hosszantartóak egyébként a Bath & Body Works termékeknek az illatai, úgyhogy szerintem azzal nem lesz gond, de remélem ízleni is fog, bár szeretem a kókuszt, és ez ilyen téli kókusz, úgyhogy biztos jó lesz. Úgy döntöttünk, hogy elmegyünk a Cereal Beast Caféba, és megnézzük, hogy milyen is. Ugye Angliában láttam már a Cereal Killer Cafét, itt ilyen gabonapelyheket lehet enni tulajdonképpen, és hát mi imádjuk a gabonapelyhet. Nagyon-nagyon sokat eszünk, és gondoltuk, hogy akkor megnézzük magunknak ezt a helyet. Ide jártam általános suliba. Nézzétek csak, mi érkezett? Bizony, elkezdtem kibontani, majdnem elfelejtettem levlogolni. Megérkezett a H&M-es Black Friday-es rendelés, úgyhogy megmutatom nektek. Van benne egy ilyen póló, ami igaziból ugye színe miatt tetszett meg, meg hogy ilyen kis minimál minta van rajta, szóval mégis mintás, de azért nem annyira. Úgyhogy ez még elmegy, belefér a minimál stílusomba. Van itt egy ilyen garbós, oversized pulcsi ruha tulajdonképpen, legalábbis remélem, hogy lesz annyira hosszú, elvileg van annyira hosszú, hogy ruhaként is tudjam gyakorlatilag hordani.
és az utolsó az, hát annyira nem minimál, de legalább szép krémszínű pulóver, amit L-es méretben rendeltem meg, hogy ez is ilyen oversize legyen rajtam. Úgyhogy mindjárt felpróbálom ezeket. Na, szóval így néz ki a póló. Szerintem tök jó. Szép színe van, ilyen... Hát most a videón sokkal rózsaszínesebb, mint élőben, meg sokkal világosabb, de ez egy ilyen, hát ilyen lazacos szín igaziból. Úgyhogy ez tök jó, ez tetszik. Nézzük akkor a pulóvert, remélem ez is jó lesz, mert azt nem szeretem a H&M online vásárlásakor, hogy ellentétben a Zarával itt nem tudod visszavinni az üzletbe, ha mégse jó a méret, vagy akármi. Nem tetszik a termék, tehát akkor muszáj visszaküldened, ami 1000 forintba kerül. Úgyhogy ezt nem szeretem benne, ezért nem nagyon szeretnék vissza se küldeni semmit. Ja, szerintem ez jó lesz. És hál' Istennek ez is jó. És akkor még azért felpróbálom ezt az utolsó pulóvert is. Egyébként ez a pulóver nem olyan vastag. Ilyen egészen vékonyka anyaga van, ha érdekel bárkit. Nem is tudom, hogy végül az S-eset vagy az XS-eset rendeltem. XS-eset, lehet, hogy az S-es kellett volna. Már nagyon régóta szerettem volna egy ilyen garbós pulóver ruhát. Jó, szerintem ez jó lesz. Elég hosszú. Most nem látjátok, hogy egy picit így lejjebb állítottam a kamerát, tehát azért ez elég hosszú ahhoz, hogy akár nadrág nélkül és harisnyával hordjam. Úgyhogy kicsit szúrós anyaga van, de abszolút nem vész. Nagyon melegnek tűnik, úgyhogy minden szupi lett, ennek nagyon örülök, hogy nem kell visszaküldeni semmit 1000 forintért. És akkor nézzük a másik csomagot. A másik csomag pedig a Sephora-tól érkezett. Innen is rendeltem Black Friday alkalmából egy dolgot, vagyis kettőt, mert csak akkor volt akció, ha legalább két terméket vesz az ember. Úgyhogy beraktam a lehető legolcsóbb kis fürdőtablettát második dolognak. Az első dolog, ami szembe jön velem, az egy Strong Cica Pear krém a Dr. Jart-tól. Ezt teszterként kaptam, de jó nagy teszter, amúgy. Sokat hallottam már egyébként erről a krémről, vagy nem is krém ez, hanem valamilyen kis cseppentő szérumféleség. Úgy már azért nem annyira nagy, de tökre örülök neki. Itt van még két ajándék. Chloe parfüm minták. Egy Sephora lehúzható fekete maszk. Aha, ilyen mit eszerek ellen. A két Gucci Bloom parfüm minta is. Egész sok ilyen mintatárgyat kaptam. Díszdobozba szoktam kérni a csomagolást mindig, mert ingyen van, és miért ne? Utána ezeket fel szoktam használni, hogyha én küldök valakinek a csomagot. Ez a kis pesgő tablet, nem, fürdő tabletta, ez a Pillow Battle illat, fincsi kis illat. Nagyon jó, de hát ez csak azért kellett, hogy ezt meg tudjam rendelni akciós áron. Ez a Too Faced-nek a Hot Buttered Rum mini palettája, amivel most jöttek ki erre az idei karácsonyra. És szuper kis ilyen simis anyagú doboza van. Itt van maga a paletta, tehát ez tényleg egy ilyen kis mini paletta. És itt vannak benne a színek, ú, de jó. Nagyon-nagyon jó. Szerintem gyönyörű színek vannak benne. Ezt nagyon kerestem Amerikában, ezt a palettát, mert akkor már rég kijött egyébként, viszont nem találtam sehol. Úgyhogy most nagyon örülök, hogy végre meg tudtam rendelni. Nagyon király volt egyébként ez a gabonapályhező, vagy hát reggeliző, de közben nem csak reggel lehet nyilván menni. Reggeltől estig van gabonapály. Nagyon tetszik, hogy meg lehet színezni a tejet. Tehát, hogy gyakorlatilag tényleg nagyon kreatívak tudtak lenni az ételetekkel kapcsolatban, és nagyon jó kis fotózható ilyen pöpet kaját tudtok csinálni magatoknak, úgyhogy szerintem látogassatok el oda, ha gondoljátok, mert én nekem nagyon tetszett, biztos, hogy fogunk még menni. És akkor így este eljött az ideje annak, hogy kibontsam az adventi kalendáriumokat. Itt a háttérben Ari mortálozik. Kezdjük az Yves Rocher kalendáriummal. Ugye a 4-es jön.
körömreszelő van benne, még hozzá négy oldalas. Örülök neki, de most mondjuk a pupás kalendáriumban is volt körömreszelő, úgyhogy most el vagyok látva körömreszelővel. De azért ez jól fog jönni. Ezúgyban nem ártana megreszelni őket, meg kifesteni, meg mit tudom én. A Douglas kalendáriumban pedig a 4-es szám alatt egy illatminta rejlik, vagy hát parfüm minta. Méghozzá Clear Focus nevű parfüm. Ami úgy látom, hogy a Douglasnek ilyen saját kis parfümje. Most pedig iszonyú gyorsasággal nekilátok megvágni a tegnapi videót. 4:30 van, úgyhogy nem tudom, hogy mikor fog felkerülni. Nagyon-nagyon fogok vele igyekezni. És ne haragudjatok, hogy ez most így alakult. Mint mondtam, tényleg figyelni fogok erre legközelebb. A holnapi nap folyamán amúgy nagyon izgi napunk lesz, mert Bécsbe fogunk menni. Yay! Nem mondtam még nektek, hogy meglepetés legyen, de Bécsbe fogunk menni, úgyhogy tervezek ilyen live shoppingot, meg ilyenek. Szóval szerintem tök jó lesz, nagyon-nagyon-nagyon várom, és majd odafele úton fogom megvágni a mai videót, szóval ugye az jó lesz, már azt így kiterveltem. Megyünk majd a Primarkba. Valakinek a videójában láttam, hogy valami TK Maxx is nyílt, vagy TJ Maxx, nem tudom melyik az európai. Na mindegy, úgyhogy én oda is szeretnék amúgy elmenni, már nem tudom pontosan, hogy az hol van, de csak megtaláljuk valahol a határnál, az a Kitty mondta, azt hiszem, az ő videójában láttam, igen. És hát aztán persze nyilván benézünk az adventi vásárra is, vagy hát. Beszéltem Bence Mátéval, hogy lehet, hogy megcsinálná a hajamat, mert ugye ő ott arrafele lakik. Beszéltem Bécsbe, csak arrafele. És mert hogy szeretném, ugye ezt lenöveztem ezt a részét most. És szeretném megtartani a saját hajszínemet, ami ilyen egészen ilyen hamvas középszőke, vagy nem is tudom. És viszont szeretnék bele ilyen, nem is tudom, tudjátok, hogy mennyire nem értek a hajakhoz, balayage, világos szőkébb szálakat. Szóval ő megcsinálja ezt nekem, de nem tudom, hogy mennyi idő, és most megkérdeztem tőle, mert hogyha nagyon sok, akkor viszont lehet, hogy nem fér bele, pedig annyira jó lenne, hogyha így karácsonyra ilyen elfogadható hajam lenne. Viszont most így nincs fent videó, vagy hát vlogmas időben, feltöltök egy sima videót, ha már így alakult. Na, 6 órára el is készült a vágat, úgyhogy most menti le a gép, és aztán elkezdem feltölteni, de az megint egy ilyen 2 óra lesz, szóval tényleg nagyon este fog felkerülni, sajnos ez a mai vlogmas. Bocsi, még egyszer. Ugyan tök jól elterveztem, hogy holnap útközben fogok. Bocs, ezek itt amúgy a ricucai a háttérben, a tiszta ruhák, amiket még nem rakottál, szóval, hogy tök jól elterveztem, hogy én holnap majd útközben Bécs felé vágok, de hogy mikor és hol töltöm majd fel? Úgyhogy nem holnap fogok vágni útközben, hanem még most este fogom megvágni még a mai videót is, és be fogom állítani, hogy holnap feltöltsön, itt tudom én ilyen 1 óra körül. Viszont akkor én most elköszönök, mert szerintem, ha megvágom a mai videót, akkor azután már le is fekszem, mert holnap nagyon korán indulunk egyrészt, másrészt meg azért is lezárom, hogy ezt most még meg tudjam vágni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, és találkozunk holnap egy nagyon izgalmas napon!